Áldás, békesség! Na, mi az, Béla kollega? Spórolunk a tüzelővel? Sajnáljuk azt a kis fát a vendégeinktől? Visszavonom. Melegszik már. Mondja, ez a vacak csak ezt tudja játszani? Miért gondolja? Soha életemben még más nem hallottam tőle. Mi a feme? A mester úr meghozta ő nagysága kis fekkerjét? Meg. Egész finom kis darab. Ahhoz képest, hogy milyen pancseri paros, elég jól megcsinálta. Ahogy azt maga gondolja, édes uram. Megengedi? Tessék, parancsolj. Azt hiszi, mert momentán jár ez az óra, már minden rendben van vele. Ami ért benne valamit, legyen nyugodt, már rég kilopta. Látott már maga becsületes órást? Gyurica úr, maga tűri, hogy így beszélnek magáról? Miért? Akkor talán nem hal meg. Na végre. Helyben vagyunk. Kezdi a pasas. Tisztázok végre, jó ember. Ki hal meg és mikor? Maga. És akkor, ha jönne, talán nem tűröm. Mondja, drága uram, volt már eset, hogy ne kellemetlenkedjék másoknak? Az ritka. Volt már egyáltalán valami, amit ne figymált volna le, amivel elégedett lett volna? Nem igen. Hát mit csináljuk? Így van. Úgy látszik, valamiért megint rossz napja van. Az éjjel megint nem sikerülhetett valami. Olyan a képe, mintha ecetet nyelt volna. Maga tudott az éjjel aludni, király úr? Miért ne tudtam volna aludni? Miért maga talán nem tudott? Én jóformán egész éjjel a Gyurica úr kérdésén gondolkoztam. Atyaisten, ember! Látja, Gyurica úr, ez a jólélek nem fog meghalni, ez egyenesen megdicsőül. Angyalok ragadják majd az égbe, mint Szűz Máriát. Na és mire jutott? Hát, nem mondhatnám, hogy sokra. Azt kell gondolnom, hogy a Gyurica úr kérdése talán nem volt egészen jó kérdés. Mert nem csak akkor lehet tisztességes valaki, ha olyan életet él, mint a Gyugyu, és nem csak akkor lehet gazember, éppenséggel olyan, mint ez a másik. Maga nem erre jutott, király? Na, ne csináljon velem vicceket, Kovács Szaki. Komolyan kérdezte. Az Isten áldja meg, hiszen ez csak játék volt. Tehát mit gondol, mi vagyok én, veréb? Azt hiszi ez a jámbor, hogy nem tudom jobb dologgal eltölteni az éjszakáimat, mint ebben a hülyeséggel. Pláne, mikor ott volt a szegy? Például. Mennyi volt az a szegy? Hogy mennyi volt? Mondtam, hogy egy ritkaságszámba menő bost, meg egy románise baukunstot. Nem úgy értem. Súlyra mennyi volt? Ja, másfél kiló. Na, az már lehető. És mondja, tényleg elkövette azt az idétlenséget, és szalámit rakott bele? Nézze, Béla kollega, ha mindenáron cukkolni akar, kezdje mással, és hagyja ezt a figurát. Tettem bele, igenis tettem bele. A lényeg az, hogy hazamentem, és a feleségem nagyon boldog volt, amikor megsütöttem. Minden esetre nem kezdtem el marhaságokon meditálni, és nem néztem a köldökömet, hogy mikor világzik ki. Isteni szavok a konyhában, serceg a zsír, sül a hús, hát van ennél szebb? Hát tényleg nincs. Na. Ez a világ közepe is nem karcan. Nem értem. Tegnap magának se jutott eszébe többé ez a dolog? Hát magát tényleg vagy az angyalok viszik el, vagy ki kell temetni, jó ember. Tudja, mit csináltam? Átnéztem az üzleti könyveimet, és úgy gyí, mentem hajcsikázni. Jól néznék ki, ha ilyenekkel tölteném az időt. Csodálkozom magukon. Na látja, ehhez joga van, de hagyjuk ezt a témát, unalmas. Mi van Sári kisasszonnyal meg a férjével? Sári, atya, Isten, jó kis ribanc volt az a Sári. Te jó kis ribanc volt! Hagyják ezt a históriát, mert felfordult tőle a gyomra. Miért fordul fel, ha szabad kérdezni? Egy rendes házasságtól fordul fel a gyomra, templommal, anyakönyvvezetővel, tanúkkal, mi baja van vele? Ocsmányság. Disznolkodás. Látja, ezek a maga túlzásai, Kovács úr. Az öreg kapott egy 20 éves jóképű macskát, a nőcike pedig majd kap 30 ezer pengőt, mikor az öreget kiterik. A legtisztább üzlet, ami létezik. Mind a két fél jól jár. És nincs igaza az öregnek, mit csináljon a pénzével? Menjen el vele Monte Carlóba? Vagy úgy gondolja, hogy vigye utána a gyászkocsi, és majd esetleg a sírban. Na, ezek megint itt vannak. Thank you.
Maradjon kérem a helyén. Kértem, hogy ne mozduljon. Elnézést kérek. Ezt szeretem. Áldott és ünnepélyes csend. Halk zeneszó. Késő estét. Kérdezem, én a... Kuss, megjött a Mikulás bácsi. Egyezünk meg abban, hogy maguk most szépen sorjában kimennek az ajtón, és eljönnek velünk kocsikázni egy keveset. Helyes?